A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, május 30-án kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először beszámolót láthatnak az Előhang színházi beszélgetésről, majd egy Juhász Anna előadásról, megismerhetjük Halas István fotóművész munkáit, végül pedig egy tudósítás következik a színházak gazdasági vezetőinek tanácskozásáról. Tartsanak velünk! A színház kávézójában ismét egy beszélgetést láthattak a darabról, ezúttal a Julius Cézár egyik főszereplője, Sarádi Zsolt volt Fejér Erdélyi Teréz vendége. Folytatódott a Vörösmarty Színház új beszélgetés sorozata az Előhang, amelyben Fejér Erdélyi Teréz moderálásával a színre kerülő darabok előéletét, kulisszatitkait ismerhetik meg a színházbarátok. Ezúttal a Bagó Bertala rendezésében bemutatott örökbecsű Shakespeare dráma, Julius Cézár egyik főszereplője, a Marcus Antonius alakító Sarádi Zsolt volt az est vendége. A gondolat Nagy Pétertől származik, ő találta ki, hogy egy picit próbáljuk feldobni a kávézót, mint közösségi teret, úgyhogy ez az ő dicsősége. A tapasztalatok pedig egyértelműen pozitívak, mert nagyon sok visszajáró embert látok én a közönség soraiban, és személyesen meg az a jó benne, hogy sokszor még nekem is árulnak el kulisszatitkokat, ami azért így belülről nyilván teljesen más. Tehát, hogy nekem úgy gondolom sokszor, hogy már nem tudnak újat mondani, de meg tudnak még lepni olyan dolgokkal, amikről esetleg én sem tudtam. Bizonyos értelemben megerősítést jelent neked is, és a színművésznek is az érdeklődés, másrészt pedig azért az nagyon fontos, hogy bulvár nélkül mindez. Persze, hát az alapvetés mondjuk a színházban, hogy én eleve nem nagyon szeretem a bulvárt, meg sokkal jobb szakmai szempontból megközelíteni ezeket a dolgokat, de híve vagyok a kötetlen beszélgetésnek is, és hát remélem, hogy ez sikerül is sok esetben, és én nagyon élvezem ezeket a beszélgetéseket, mert úgy látom, hogy nagyon meg tudnak nyílni azok az emberek, még azok is, akik mondjuk nincsenek színpadhoz szokva, tehát olyan kvázi háttéremberek, vagy olyan alkotók, akik nem feltétlenül vannak előtérben, őket is sikerül sokszor fellazítani, és ez nagyon jó érzés, amikor így azt látom, hogy egy-egy beszélgetést még ők is folytatnának, csak hát az időszűke miatt nem feltétlenül egy. Ma, ahogy már említettük, a Marcus Antoniust játszó Sarádi Zsolt lesz a vendég a Julius Cézárból. Hát ez egy örökbecsű klasszikus, de ezt kicsit másként rendezte meg Bagó Berci. Számodra milyen lett? Én nagyon szeretem a Julius Cézárt, és most nem haza beszélek, nem csak azért, mert hogy itt dolgozom. Tehát, hogy nem ez a lényeg. Hát Shakespeare is, meg ugye az a kor is, amiben játszódik, az azért nagyon sok olyan dolgot fejteget, bontogat, ami ma is aktuális, úgyhogy, de hát ez az örökbecsű darabok. Milyen? Ez az örökbecsű darabok ismérve, azt hiszem, hogy ez a legjobb szó, mert sok mindenre ráismerhetünk ebben a darabban. Sok olyan figura van benne, akik igazából archetipusok, de hogyha ma körülnézünk a világban, akkor nagyon sokat tudunk azonosítani. Sarádi Zsolt Marcus Antoniusként sem tagadta meg önmagát. Julius Cézár tisztelőjeként rendkívül hatásosan képviselte az örökérvényű elvet, miszerint a háttérből is megostromolható a csúcs, ha valaki hittel vállalja vívódásait, múltját, és cselekvő erővel tesz a jövőjéért, bármi is lesz az. Igazából nincs teljesen kibontva a Shakespeare darabban, úgy érintőlegesen elmondják, hogy milyen kapcsolat van közöttük. De
Vannak momentumok, van egy monológ az első felvonás végén, amiből kiderül, hogy Marcus Antonius milyen kapcsolat fűzi a Cézárhoz, hogy mennyire tiszteli, és mennyire szereti, és mennyire egyetért azzal, amit a politikájában véghez visz a Cézár. Ez egy meglepetés szokott lenni, ugyanis próbáljuk úgy ábrázolni Marcus Antoniust, hogy ő a háttérben van, és egyszer a Cassius mondja el, hogy őt nagyon komolyan kell venni. De ez a darabban eleinte nem derül ki, hogy mitől kell őt komolyan venni. Olyan jelmezekbe is vagyok öltöztetve, ami mindazt sugallja, hogy ő egy komolyan vehetetlen figura. És akkor a második felvonás elején elmondja azt a nagy halotti beszédet, ami megfordítja a cselekményt. És ott derül ki, hogy bizony Marcus Antoniusban egy nagyon komoly potenciában, mint politikus, és mint személyiség. A bensőséges hangulatú beszélgetés megerősítette a színház barátai számára, különleges élményt nyújt, ha a színművészek a darabban az általuk megszemélyesített szereplőkről megfogalmazzák gondolataikat. Más Petőfi az enyém címmel megjelent Juhász Ferenc új kötete, amelyet a Kossuth-díjas költő Petőfi Sándor munkásságának szentelt. A kötetet a Királykúton Bakonyi István moderálása mellett a költő lánya Juhász Anna és özvegye Juhász Ferencné Kilián Katalin mutatta be. A Királykúti esték idei első alkalma igazi irodalmi csemegét ígért. Az est témája az áprilisban megjelent új kötet, amelyben a kétszeres Kossuth-díjas Juhász Ferenc Petőfiről szóló, őt megidéző elemző írásait, lírai és prózai szövegeit olvashatják majd az irodalombarátok. A Más Petőfi az enyém című eddig még kiadatlan írásokat is tartalmazó könyvről a költő lányát, Juhász Anna irodalmát kérdezte a házigazda, Bakonyi István irodalomtörténész. A Petőfi forduló sok oldalról megközelíthető, és az egyik érdekes megközelítése Juhász Ferenc életműve kapcsán. Hozzáteszem, hogy neki is egy évfordulója van, hiszen 95 éve született Juhász Ferenc, bár a 95-ben nem szokták ön nagyon megünnepelni, de én azt hiszem, hogy Juhász Anna és a költőzvegyer nagyon jól cselekedett, amikor összeállították ezt a kötetet, hiszen a Petőfi kép is teljesebbé válik általa. Másrészt megismerkedhetünk olyan kéziratokkal, a könyv segítségével, amelyek eddig jó részt ismeretlenek voltak, és a 20. század egyik legnagyobb költőjének a Petőfi képe, ugye itt a két század összekapcsolódik, ez azt hiszem mindenképpen nagyon fontos adalékokat szolgáltatott hozzá. A korai juhász életműre különösen jellemző volt, úgy érzem, a Petőfi hatás, aztán később teljesen másfele ment ez a költészet, mint Nagy Lászlói is, hiszen Juhászt és Nagy Lászlót szokták együtt emlegetni a legújabb kori költészet tekintetében. És mindenképpen azt kell mondanom, hogy örülnünk ezeknek a felfedezéseknek. Juhász Ferenc először 1955-ben fordult Petőfi életműve felé, egy verses kötet összeállításával bízták meg, amelynek utószavában így ír, neki minden sora fontos, egész élete tündökletes. A Juhász életműben számos vers prózában és prózai írásban fedezhető fel a nagy költő előd. A kétszeres Kossuth-díjas költő számos Petőfi versről írt elemzést, és sok vers is született róla, vagy az ő ihletésében. Ezek is olvashatók az emlékkötetben. Múlt év karácsonyán jött Annának az az ötlete, hogy a Petőfi és Juhász Ferenc történetet meg kellene írni. 5 évvel ezelőtt már készült egy közös könyvünk, a Mindenség szerelmese címmel, amikor 90 éves volt Juhász Ferenc, ahol sorra vettük azt a 9 legfontosabb élő művész barátot, köztük Illyés Gyulát, aki kapcsán már szó esett, hogy Juhász Ferenc készült egy Petőfi Sándorról szóló könyv megírására. Azért Illyés Gyula részben szerepel ez, mert számára, mármint Juhász Ferenc számára, az addig írottak közül éppen az Illyés Gyula 1936-ban született Petőfi könyve volt a legautentikusabb. Most, hogy Petőfi Sándor születésének 200. Juhász Ferencnek meg a 95. születésnapját ünnepeljük, ez adta alkalmat arra, hogy elkészítsük
illetve azt a vélt adósságot törlesztük, ahogy Juhász Ferenc egy 1971-es interjúban arról beszélt, hogy ő már szerződést is kötött a kiadóval egy Petőfi könyv megírására, és érzi, hogy még ezzel tartozik. Most szeretnénk ezt pótolni. A történet egész 1955-től indul, hiszen akkor Juhász Ferenc, mint a Szépirodalmi Könyvkiadó egyik szerkesztője, azt a feladatot kapta a kiadótól, hogy készítsen egy Petőfi válogatást. Megtaláltuk Annával, lányommal, az irodalmár Juhász Annával, azokat a kéziratokat, amit papírra, ceruzával felsorolta, azokat a legfontosabb Petőfi verseket, és ezen elidőzve gondolkodott, és az utószóban azt írta, hogy de mit lehet kihagyni ezek közül, hiszen Petőfinek minden sora fontos. A jelenleg megjelent könyvnek az a címe, hogy Más Petőfi az enyém, ami már mutatja, hogy valami olyan dolgot akar megmutatni, felmutatni számunkra, amit a költőtárs az ugyanolyan hévvel és indulattal a világhoz való kapcsolatát tekintve hasonló tehetséggel van megáldva. Amikor ezt a válogatást csinálta, ő is 26 éves volt, mint annak idején, ahogy Petőfi már befejezte az életét. Juhász Ferenc 26 évesen szintén túl van már azokon a három nagy eposz megírásán, köztük a Sánta család, a Jégvirág kakasa és az Apám címűn, amiért ugye Kossuth díjat is kapott. Tehát mindketten nagyon korán kerültek bele az irodalmi világba, a elismertségbe, a hírességbe, és mindkettőjükre talán a legfontosabb jellemző az elhivatottság, a küldetés tudat és a küldetés érzés. A Más Petőfi az enyém kötet 7 fejezetében Juhász Gyula különböző életszakaszaiból a költő előtthöz szóló, az őt elemző vagy megidéző lírai és prózai írásokat, eddig sosem látott kéziratokat, első közléseket olvashatunk. Juhász Ferenc és Petőfi Sándor életét, életművét mutatják be, költői és eszmei összefonódásukat egy irodalomtörténeti összefoglalás jegyében. Itt van Juhász Ferenc, akinél tetten érhető, hogy nagyon fiatal korától kezdve volt egy fontos költő, egy alkotó, egy gondolkodó számára, aki ez egyébként egész életében visszatért, ez Petőfi Sándor. Egészen fiatalon már az 50-es években tervezett könyvet, hogy megírja ki az ő Petőfie, innen szedtük a mi könyvünknek a címét, hogy Más Petőfi az enyém, felkérik versek válogatására. Mindig, hogyha megnézzük az ő jegyzeteit, amit a kéziratokban, a hagyatékban találunk, mindig odaírja az összesítésnél, hogy megírandók, az egyes, kettes vagy a hármas pont mindig az, hogy Petőfiről megírni a könyvet. Ez olyan, mintha egy adósságot törlesztenénk most. Pedig ő nem így szánta ezt a könyvet nyilvánvalóan, hanem minden korában, minden korszakában megkereste azt a hangot, amit neki éppen ez a 26 évet élt költőzseni jelentett. Voltak hosszú versek, voltak rövidebb versek, voltak versprózák, de akár egy színmű vagy egy vígeposz. És most, édesapám születésének a 95. évfordulóján állítottuk mi össze azt a könyvet, amivel a 200 éve született Petőfit megszólítja, és talán mondhatom azt így elég boldogan, hogy ez egy teljesebb könyv lett, vagy egy egészen izgalmas könyv lett, mert mi egy egész életmű tükrében tudjuk azt megmutatni, amitől mindig-mindig hangosabban, vagy szemérmesebben, de megpróbált megfogalmazni. A kötet Juhász Ferenc lírai és prózai művei mellett két teljesen új tanulmányt is tartalmaz, Debreceni Balázs író publicistától és Lovász Ádám filozófustól.
fotókiállításnak adott otthont a Szent István Király Múzeum országzászló téri épülete. A tárlaton a fotóművészet magyar kiválósága Halas István életművének ikonikus darabjait csodálhatta meg a közönség. Halas István fotóművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Szent István Király Múzeum országzászló téri épületében. Halas István a képzőművészet és a fotográfia határmesdjéjét átlépő művész, akinek kiállítása az elmúlt 4 évtizedben készült emblematikus fotóit, fotociklusait, valamint legújabb felvételeit mutatja be. A nagy érdeklődéssel várt tárlatot Passut Krisztina művészettörténész ajánlotta a képzőművészet barátainak figyelmébe. Valóban a fotóművészetnek az indulásához tartozik, hogy a képzőművészetből merítse részint a forrásait, másrészt ugye a hatása is a képzőművészettel vetekedjék, akkor, amikor ugye ezek az egész korai művek megszületnek, még most a 19. századra gondolok, és azután ez a tendencia még csak kiteljesedik a 20. század elején, amikor olyan avantgárd irányzatok vannak, mint például a dadaizmus vagy a konstruktivizmus, amiben a fotóknak egész különleges szerepük van, és akár a fotomontázsoknak, vagy pedig a különböző felvételeknek, amelyek dokumentumként is mondjuk a fronton készülnek a világháborúban, tehát igen nagy a dokumentum értékük. Na most, ami ezt a konkrét kiállítást illeti, Halas Istvánnak a kiállítását, ez hozzám mondjuk személy szerint úgy áll közel, hogy én Halas István történetesen a Szépművészeti Múzeumban ismertem meg, ahol én dolgoztam, és ő is dolgozott, és ő akkor tájt kezdett el valójában fotózni, tehát még nem csinált ilyen remek műveket, mint amiket itt most lehet látni. De minden esetre a Szépművészeti Múzeumban azt az egész képzőművészeti atmoszférát, a gyűjteményt, a kollégákat, mindezt ott megismerte, a könyvtárban dolgozott, tehát a könyvtár anyagát is, tehát magába szívta mindazt, ami hát a képzőművészethez tartozik, és a 70-es években, olyan 74 körül kezdett el saját maga is fotózni, akkor még nem digitálisan, hanem ezt a korábbi analóg fotózást művelte. Mint mondta egyébként, már akkor érdekelték volna a színes fotózás lehetőségei, de akkor még a film olyan drága lett volna, hogy ahhoz ő akkor nem fért hozzá, tehát a korai fényképei azok fekete-fehéren készültek, elsősorban a portrék, azután ezek a különböző terekről készült képek, szobabelsők, műtermek, stb. Na most nekem privát az a véleményem, hogy az nem, egyáltalán nem baj, hogy ezek a fotók fekete-fehéren készültek. Én ezeket őszintén szólva jobban szeretem, ezek sokkal erőteljesebbek, tisztábbak, őszintébbek valamilyen módon, hiszen barátokról készültek. És az az érzésem, hogy a fotóknak az együttese, különösen itt a portrék, amelyek láthatók, és amelyeknek az ábrázoltja, hogy itt lehet tudni, hogy kik voltak, ugye föl van írva az illető, akinek neve, a neve, aki szerepel a fotón, tehát meg lehet nézni, és ezek az akkori elsőlegesen budapesti élet fontos szereplői voltak. Itt vannak barátok, szerelmek, kollégák, mindenféle ember, azok, akik akkor számára, Halas számára fontosak voltak, benépesítették az életét, és ilyen módon kerültek azután, mint modellek is a fényképekre. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy éli meg valaki azt a kibontakozó
pályakezdő szakaszát az életének, amikor elkezd önállóan szemlélődni, és megválasztja, hogy tulajdonképpen mit akar majd a jövőben is csinálni. Tehát amikor ő elkezdte ezeket a fekete-fehér fotókat csinálni, akkor már ő eldöntötte, hogy fotós lesz, anélkül, hogy különösebben iskolába járt volna, vagy pedig valaki megtanította volna arra, hogy így vagy úgy kezelje a fényképezőgépet. Tehát ez egy nagyon is spontán reakció volt részéről, és ez annál is érdekesebb, mert tulajdonképp rengeteg fotója maradt itt, hát ennél még több is, a kiállításon nem szerepel az összes fotó, ami szerepelhetett volna, kihagytak egy párat. Tehát ő nagyon is sokat csinált, és ezek mind azt az akkori hazai életformát tükrözik, amit mindannyian éltünk, többé-kevésbé, ő akkor fiatalon, én idősebben, de valamilyen módon nyomot hagytak ezek az emberek, ezek a terek, ezek a lépcső lejáratok, amik metró lejáratok, stb. Ezek nyomot hagytak most a nem csak az ő fotóművészetében, hanem a fotók révén a magyar emlékezet, hazai emlékezetben is megörökítették azt, ami akkor többnyire Budapesten volt, egyébként más New Yorkban is fényképezett, de őszintén szóval legfontosabbnak én a budapesti képeket tartom. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha ezekből a képekből egy csokrot vagy egy együttest valaki megnéz, annak egyfajta képe alakul ki arról, hogy milyen is volt akkor egy fiatal számára ez a város, mit nyújtott, vagy mit nem nyújtott. Nagy luxust nem nyújtott, de nagyon érdekes karaktereket nyújtott, barátságokat nyújtott, nagyon jó órákat, szórakozásokat, szóval egy nagyon gazdag, sokszínű életformát, annak ellenére, hogy a sokszínűség itt csak fekete-fehéren jelentkezett, hogy így mondjam, és csak később kezdett el digitális filmeket használva színes fotókat is készíteni. Na most ugye a színes fotók több lehetőséget nyújtanak, de szerintem egy kicsit kevésbé egyéniek, vagy kevésbé szólnak annyira egy-egy egyéniségről. Szóval számomra nem annyira jellegzetesek meg, mint amennyire itt a fekete fotói, amelyekkel egyébként éppen szemben állok, már ezekkel a portréfotókkal. Most ő 70-es években kezdett el fotózni, viszonylag elég hamar már ki is állított többször fotókat. Személy szerint én 93-ban nyitottam meg, tehát 30 évvel ezelőtt az ő kiállítását, úgyhogy így is egy bizonyos fokig hát kötve vagyok, és hát hogy is mondjam, egyfajta múltidézést is jelent számomra ez a kiállítás, és azt remélem, hogy mások számára is, akik mondjuk olyankorúak, mint én, múltidézést jelentsen. A tárlaton olyan régebbi művek is láthatóak, amelyek korábban nem szerepeltek kiállításon. Először most láthatta azokat a közönség. Érdekesség, hogy 30 éve a művésznek ugyanebben a kiállítótérben nyílt egyéni kiállítása, a mostani tárlat lehetőséget teremt Halas István életművének válogatására és méltó bemutatására. Színházak gazdasági vezetői tanácskoztak a Vörösmarty Színházban. A szakemberek a teátrumok gazdasági nehézségeinek megoldására keresték a választ. Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban rendezték meg a Magyar Teátrumok gazdasági vezetőinek országos találkozóját. A tanácskozás talpontja az elmúlt időszak nehéz gazdasági helyzetének, a kialakult válság megoldásainak keresése volt. Az igazi problémák, az igazi konfliktusok azok
azonosak. Mindegy, hogy Szegeden vagyunk, Fehérváron vagyunk, Tatabányán, teljesen mindegy. Energiaár, energiakompenzáció, bérek és a színház fenntartása. És a színház fenntartásának emelkedő költségei. Ezek napjaink kihívásai, amivel minden vezetőnek, legyen az gazdasági vagy művészeti vezető, de meg kell küzdenie. Hogy csinálják mások? És mindenki kíváncsi, hogy és ti hogy csináljátok? Persze ahány színház, annyi fajta. Vannak költségvetési intézmények, mint például a fehérvári. Vannak non-profit KFT-k, vannak egyéb formációban működő színházak. A miénk, mint költségvetési intézmény, nagyon sok megszorítás között próbál lavírozni, de ugyanakkor a költségvetési rendszer egyfajta biztosítást, kiszámíthatóságot is ad a munkánknak. Nagyon sok színház más lehetőségekkel él, erre vagyunk tulajdonképpen kíváncsiak, tehát a tapasztalatok kicserélése és a problémák, a közös problémák megfogalmazása ennek a találkozónak a fő tárgya, és én igazából csak nyitott füllel és szemmel veszek részt ezen a tanácskozáson, abban a reményben, hogy hát ha jó ötleteket kapok, és ezt meg is tudom itt Fehérváron valósítani. A vendéglátó Vörösmarty Színház gazdasági tanácsadója Szabó Attila nem titkolta, a koronavírus járvány, illetve a gazdasági recesszió okozta pénzügyi nehézségek Székesfehérváron is rányomták bélyegüket a mindennapokra, ezért is fontos a párbeszéd. Ez a tizedik éve tartó folyamat, és nagy tapasztalatokkal rendelkező igazgatók, gazdasági igazgatók jönnek össze, pontosan azzal a céllal, hogy beszéljenek. Lehet, hogy nem mindenre tudjuk a megoldást azonnal, lehet, hogy egyikünk a kezében, zsebében sincs ott a bölcsekköve, de ettől függetlenül a kommunikáció, az egymás problémái iránt való megértés, tapasztalatok cseréje, olyan értelemben is, ami az egyik színháznál sikeres, megosztja a másikkal. Ezek mind nagyon fontos dolgok. Természetesen ezen ilyen rendezvényeken vannak meghívott előadók, vannak meghívott előre bejelentett programok. Ezeket a programokat körbejárjuk, de az igazi lényege mégiscsak az, hogy egymással beszélgetni. Mádi Zoltán, a Víg Színház gazdasági igazgatója kivételes lehetőségként tekint a találkozóra, hiszen a társulatok különböző problémáit összegezve dolgozhatnak ki egy közös cselekvési tervet, amelyet aztán ki a saját lehetőségeikhez mérten alkalmazhat. Hát ezt a menedzsment tudomány best practice-nak mondja, tehát a legjobb gyakorlatoknak az átvételével. Igazából azért is jó ez a találkozó, mert egymással nagyon pontosan végig tudjuk beszélni azokat a dolgokat, amik foglalkoztatnak bennünket, és a különböző megoldásokat. Mondjuk most például a jegyértékesítésben a dinamikus árazás egy nagyon fontos kérdés, a költségkiadási oldalon pedig az energiárakkal kapcsolatos kérdése, tehát hogy hogyan vegyük meg, hogy mikor indítsuk a közbeszerzést, fix ár vagy változó ár, ilyen praktikusan nézzük számára kevésbé érthető dolgokról szólnak, de hál' Istennek mondjuk Szikora Jánossal megbeszéltük, hogy 2006-ban milyen volt együtt dolgozni a Szegedi Szabadtéren, amikor a bankban csináltuk, tehát van ennek ilyen szép oldal is, nem csak ilyen szigorú. Nagyon fontos kérdéseket említett ugyanakkor, és nyilvánvaló, hogy nem lehet ráhúzni ugyanarra, nem lehet felöltöztetni minden színházat ugyanazokkal a problémákkal. Az, hogy különböző színházi mércék vannak, nyilvánvaló, hogy van államilag támogatott színház, költségvetésből önálló színházak, ez mennyit változik ebben az értelemben? Hát a törvény is változik, a 2008-as elfogadásokon még 6 kategória volt, most pedig 3, de ezen belül is a színházak helyzete különböző. Itt közel ugyanaz a kör van, tehát itt hasonló problémájú csapatok vannak, a függetlenek máshol van ilyenfajta találkozójuk, arra is meghívást kaptam például én is. Azonnali és minden színháznak teljes megoldást kínáló alapvetéseket természetesen bizonyosan nem kínálhat egy ilyen tanácskozás, ugyanakkor fontos, hogy a szakemberek együtt keressék a választ a kulcskérdésekre, illetve a gazdasági helyzet javításának lehetőségeire. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.